vagyunk sátorai új helyen. 20 év után van ismét BMX verseny. Az egyik zsűritag Katona Dénes, korábbi újhelyi világbajnok. Hogy érzed magad? Te még BMX-ezel, Dénes? Igen, még biciklizem, nagyon jól érzem magam, nagyon örülök, hogy 20 év után ismét országos akreditált BMX verseny van városunkban. Körbe lehet nézni, a körülmények abszolút adottak, világszínvonalú, nagyon hálásak vagyunk, hogy ezt a versenyt itt meg tudjuk rendezni. Köszönjük a városnak, illetve Pásztor Gabinak, a Magyar Kerékpár Szövetségnek Robarton segítségét, hogy ez létrejöhetett. Nagyon örülök neki, hogy a zsűri között lehetek, hogy megtiszteltek ezzel a bizalommal. Merre tart a magyar BMX flatland szakág jelenleg? Felfelé? Azt kell mondanom, hogy egy mély hullámvölgy után, most felfelé, ez köszönhető nagyon nagy részben annak, hogy Veresegyházán egy kerékpáros iskola szerveződött, egyesületek fix helyen tudnak gyakorolni a versenyzők, és lányok, fiúk, junior kategóriától egészen magas kategóriákig minden korosztályba tudnak ott edzeni. Múlt héten ők Franciaországban voltak nemzetközi kerékpárversenyen, közülük nagy részük itt van nálunk is, eljöttek versenyezni, úgyhogy ez nagy mértékben hozzátesz ahhoz, hogy Magyarország még mindig él a BMX flatlen. Egyébként itt Újhely mellett, a Vármegyében lehet bárhol máshol BMX-ezni, vagy ez lehet ez is cél, hogy egy kicsit itt a környezetünkben feléleszteni, vagy megcsinálni úgymond a BMX Flatlandet? Az egész országban, az egész világon, nem csak itt a mi megyékben, hanem azt szeretnénk, hogy minél több fiatal megismerje ezt a sportot. Igazából, ha nagyon őszinte akarok lenni, akkor ez sosem volt egy versenysport. Van versenyrész, szeretnénk, hogy olimpia legyen, dolgoznak rajta, hogy olimpiai ág legyen. Londonban 2012-ben már ott volt a cross, aztán később a park is. Szeretnénk azt is, hogy a flatland is oda kerüljön, de ez igazából ez egy életérzés. A tiszteletről, szabadságról. Tehát ezt kell a fiataloknak, ezt szeretnénk átadni, jöjjenek, sportoljanak, érezzék jól magukat, lehet versenyezni, lehet szép eredményeket elérni, de igazából ez életforma, egy életérzés.